A mai üzenet annak a sorozatnak a folytatása, amit annó még a védelmező Istennel kezdtünk el, ott volt két rész, és majd a bővölködéssel szeretnénk befejezni. És ez a két gondolat azért kapcsolódik össze, mert hiszem, hogy a hitbeli válasz a mi részünk, a mi felelősségünknek, Istennek ebben a gondoskodásában ugyanaz, mégpedig a hitbeli nyugalom. A hitbeli nyugalom. Isten gondoskodása hogyan? Hogy én bízom benne, és nyugszom az ő gondoskodásában. Isten bővölködő gondoskodása, védelme, és a bőség, amit ad, hogyan csinálom, mi az én felelősségem, hogy bízom ő benne, hogy hiszek az ő ígéreteinek, és nyugszom. És tudom, hogy sokszor sokan érzik úgy, hogy ez a hihetetlen gazdagság, ami az evangéliumban van, ez valamilyen fura módon olcsóvá teszi az evangéliumot. Használnak ilyen szavakat, ilyen kifejezéseket, hogy a bővölködés evangéliuma. Nem hiszek benne, hogy létezne ilyen. Hogy majd Isten megvéd téged minden bajtól. Nem hiszem, hogy ezt mondja. Én azt gondolom, hogy maga az evangélium, az, amit Jézus Krisztus tett, annak a szélessége, magassága, hosszúsága, csak egyszerűen nagyobb, mint amit mi gondoltunk, és csak egész egyszerűen része a védelem és a gondoskodás, része a bőség, és az, hogy ő törődik velünk, nem csak majd a jövőben, hanem itt ezen a földön is. És nagyon sokszor ilyenkor, amikor ez a bevégzettség, ez a teljesség itt van előttünk, felébred bennünk egy kis zavar, hogy akkor nekünk semmi dolgunk nincs, akkor semmi felelősségünk nincs, akkor csak növünk bele a világba, mint a dudva. És tudjátok, mondtam egyszer, hogy ha választanom kellene a között, hogy azt mondjam erre, hogy nem, és azt, hogy igen, akkor inkább az igent mondanám. Tehát akkor inkább azt mondanám, hogy majd, hogy nem, semmi felelősségünk nincs. Mert az a mi kis törvényhez ragaszkodó, bűntudattal terhelt, munkamániában megacélozott lelkünknek az a kis nem, hogy van felelősséged, neked is tenned kell valamit, az rögtön belekapaszkodik, és rögtön átesik a ló túlsó oldalára úgy, mintha sose lett volna ezen az oldalon. De az igazság valószínűleg az, hogy azért van, nekünk is van felelősségünk. És most ez a közbeékelődött sorozat, az elégedett élet kulcsai, azt hiszem ezt a címet adtuk neki, igaz? Volt egy összefoglaló az elején, aztán beszéltünk az örömről, most pedig a következő témánk az a szenvedés, és Isten velem van-e gondolat szembenállása, és az ebből keletkező feszültség, a valósan megtapasztalt szenvedés az életben, és az Isten szerete engem. Az Isten szeretetének a sokszor első ránézésre összeférhetetlen szembenállása. Erről szeretnék beszélni. És ezekben a dolgokban a hangsúly az volt, hogy igen, van részünk, van felelősségünk, mert Isten szabad akarattal teremtett minket, ahol a szabad akaratunkat igenis használhatjuk arra, hogy hiszünk neki, hogy apró igeneket mondunk arra, amit ő mondott, kijelentett, ígért, vagy elutasítjuk. És megmaradunk a saját elképzeléseinkben, a saját hiedelmeinkben, Istenről, a vallásról, az életről alkotott hiedelmeinkben, és ezekben a hiedelmekben élünk ahelyett, hogy az Isten kijelentése alapján egy valódi kapcsolatban élnénk Istennel. Ez a mi felelősségünk. Ha ez sincs meg nekünk, akkor nincs szabad akaratunk. Ha ez sincs meg nekünk, ha nem választhatjuk őt, vagy az egyetértést, vagy az egyetnem értést az ő beszédével, akkor hol vagyunk az ő képére teremtve? Akkor hol értékes a mi hitünk? Akkor hol értékes a mi szeretetünk? Az a lány, aki csak azért jön hozzám, mert ráparancsoltak, az a lány, aki igazából átnéz rajtam és közömbös velem, de mert muszáj, ezért mosolyog, az nem az igazi.
Nem? Most nem, erre vágytunk, amikor udvaroltunk, amikor Encsinek virágot vittem, erre vágytam. Dehogy is. Arra vágytam, hogy megismerjen, hogy tudja, hogy én ki vagyok, és ő önként a szabad akaratából válasszon engem, hogy higgyen az ígéreteimnek, hogy higgyen a jellememnek, hogy higgyen a szeretetemnek, hogy engedjen ennek, és ebből épüljön egy kapcsolat. És azt látom, hogy Isten is így dolgozik. Azt mondja, hogy én kijelentem magam neked, te megismersz engem igazán, és hittet keversz ahhoz, amit én mondok magamról. Ámeneket mondasz, pici igeneket. És ahogy ezeket a pici igeneket kimondod, úgy válik megtapasztalhatóvá, úgy válik valóságossá az életedben az, ami helyzetileg az evangéliumban és az igében kijelentve már el van intézve. Már a tiéd, már kész van. És az örömről beszéltünk legutóbb. És most van itt egy téma, ami nagyon izgalmas, és lehet, hogy nem is fog beleférni egy alkalomba. Ne bánjátok, hogyha valahol csak egyszerűen félbehagyom, és majd újra folytatjuk, mert annyira sokat kaptam, annyira, ahogy készültem rá, ahogy gondolkoztam rajta, csak egy borzasztóan gazdag téma. És ez ugye ez, hogy Isten velünk van, Isten szeret minket, Isten a szeretet Istene, Isten a védelem és a gondoskodás Istene. És közben az élet nem fenékig tejföl. Ugye te velünk hívőkkel történnek rossz dolgok. A szenvedés valami olyasmi, amit a Biblia nem tagad. A szenvedés valami olyasmi, amit nemhogy nem tagad, hanem nyíltan beszél róla, sőt valamilyen szinten, és ezt bocsássátok meg nekem, nem én mondom, az igen mondja, majd mindjárt olvassuk, megígéri. Hogy értem, az új szövetségi ígéreteknek része a szenvedés. És a helyzet az az, hogy a mi kis lelkünk nem bírja ezt összeegyeztetni. Azzal a képpel, hogy Isten szeret, azt mondta, hogy szeret, az evangéliumban minden bűnünk megbocsájtatott, miénk a megmenekülés, miénk az üdvösség, miénk az áldások, áldottak vagyunk visszacsinálhatatlanul, és mégis történnek rossz dolgok. És tudjátok, ahogy a rossz dolgok elkezdenek történni, azok többnyire azért hatnak ránk, nem? Azért a rossz dolgok, azok, azt rögtön észreveszem, az rögtön mélyre hat, az rögtön összezavar, és azonnal előjön a régi gondolkodásmód, a törvény alatt megnyomorodott kis lelkem azonnal keresi, tudjátok, hogy kit keres? A bűnöst keresi, a hibást keresi, rögtön a hibást. És rögtön, amikor baj van, elkezdek gondolkozni magamon, hogy mit rontottam el, hogy nem imádkoztam eleget, hogy minden reggel beszoktam töltekezni a Szent Szellemmel, és ma reggel nem, és lám, mi történt velem, tudod, és aztán, amikor végig gondoltam, hogy jó, de hát azért az nem olyan nagy baj, akkor miért kellett ennek megtörténnie, és rájövök, hogy ki tehet róla, hát nem vagyok én lassú agyilag, elég gyors vagyok, rájöttem. Isten tehet róla, hát ő áll az egész mögött. Hát Ádám is megmondta rögtön. Azt mondja az asszony, akit te adtál nekem. Okokozati lánc, összerakom a képet, megvan a hibás, te vagy a hibás, Uram. És ezt persze így sosem mondanánk ki, mert olyan jól nevelt vallásos kis lelkünk van, hogy dicsérlek, Uram, dicsérlek, magasztaltassék a neved, bár jól kitoltál velem, és a nagy tüdőt szeretsz te engem, ha így kitoltál velem, de azért dicsérem a te nevedet, tudod, és ez zajlik ott hátul, tudod, van egy front üzenet, tudod, az megy hangosan, és van egy csendes üzenet hátul, ahol tudod, ahol megroppan a hitem, ahol megroppan a kép, nem áll össze a dolog. Értitek? Nem áll össze. Nem áll össze. Erről szeretnék beszélni. Ezt próbálnám meg kivasalni. Ez jó téma. Ez szerintem ez fontos. Ez abszolút fontos. És a következő, ugye picit most összefoglalom az egész gondolatot előre, hogy aztán, amikor belemegyünk a versekbe, akkor értsétek, hogy mit és miért és hogyan mondunk. És a gondolat az ez, hogy Isten szeret minket. Isten szeret minket. És a legtöbb negatív élmény,
azonnal vádként áll föl ezzel a szeretettel szemben. Meg kell értenünk, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten szeret, és közben mégis történnek rossz dolgok velünk. Meg kell értenünk, hogy miközben az élet zajlik, és a szenvedés valós, Isten hol áll veled kapcsolatban? Ő van ellened? Vagy ő pont veled van? Hogy vajon van-e felelősséged, valamekkora felelősséged abban, hogy miközben a nehézségek történnek veled, Isten, és ezt most nagyon nyersen mondom, és kérlek ne értsd félre, melléd áll, vagy visszavonul? És légy nyugodt, melletted van, mindig melletted van, de a tapasztalatod szintjén vajon van-e felelősséged? És hadd mondjam ki, hogy igen, mert amikor jön a nehézség, akkor te döntöd el, hogy megvádolod-e Istent, sárba tiprod-e a jellemét, kitörlöd az ő jóságát, és az ő örök hűségét megkérdőjelezed, és ilyen módon érzelmileg és a tapasztalatodban magadra maradsz a bajoddal, érted? Ezt te döntöd el, hogy ezt a vádat kimondod és megengeded-e. Vagy ehelyett, értve az élet összetettségét, megvallod az igazságot, és azt mondod, hogy a mindenható Isten a tulajdon fiát adta, hogyha a tulajdon fiát adta, hogy ne ajándékozna nekem vele együtt ingyen mindent. Hogyha ő a tulajdon fiát odaadta, akkor mit tartana vissza tőlem? Ha ő egyszer megígérte, hogy a bűneimről többé meg nem emlékezik, ha ő egyszer megígérte, hogy ő mindig velem lesz, soha el nem hagy, ha ő egyszer megígérte, hogy ő lesz a szabadítóm, hogy ő lesz az én pajzsom, a páncélom, hogy ő lesz az én váram, védelmezőm, ha egyszer megígérte mindezeket, akkor nem őt fogom vádolni, akkor ebben az egész bajban nem őt képzelem az ellenség oldalára, hanem őt magam mögé képzelem, és az ellenség ott van kint. Az ellenség ott van kint, vagy lehet, hogy közelebb van, lehet, hogy én magam vagyok az. Lehet, hogy én magam vagyok az, de Isten nincs ellenem. Ez a döntés, a képek közötti választás a te felelősséged. Mert Isten valósága az, hogy az evangéliumban melléd állt, és soha el nem fordult tőled. De te hihetsz, amit akarsz. Hiheted ennek az ellenkezőjét is, és amikor az ellenkezőjét hiszed, kiesel abból a vigasztalásból, abból az áldásból, abból a valóságból, hogy Isten igenis veled van. Isten ezért elfordul tőled. Vissza meggondolja magát, dehogy is. De ez valami olyasmi, mint amikor a gyerekem el van keseredve, mert mit tudom én, a szülinapjára nem azt kapta, amit akart, és próbálom vigasztalni, és már épp mondanám neki, hogy majd megvesszük, amiről lemaradtál, mert tudod, én is szeretném, ha meglenne neked, de hisztériás rohamot kap, elüti a kezemet, és azt mondja nekem, hogy pedig én úgy szerettem volna, és te nem csináltad, és elszalad, és sírva bemegy a szobájába, és van egy borzasztó estéje. Bántottam én őt? Nem, de az ő hite, az ő elképzelése, a zavar, amiben belekerült, az szükségtelen szenvedések sorát hozza neki. Úgyhogy az az imám, az a vágyam, hogy meglássuk, hogy hogy van ez Isten országában. Mehet? Figyeljetek, sok vers lesz, jó? Keveset fogok rizsázni, mindig ezt mondom, aztán... De most sok vers lesz, sok vers. János 10, 9, 11. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. Tudjátok, ezelőtt van az, hogy aki én rajtam jön be, az bejön, legelőre tajál, kijön és bejön. Beszéltünk róla, hogy ez gondoskodás és szabadság, amiről beszél. De aztán maga ez a kulcs gondolat, az beszél a tolvajról. Beszél egy tolvajról. Tudjuk-e, hogy ki ez a tolvaj? Ez az ördög, a sátán. Tudjuk azt, hogy mi itt a Földön együtt élünk valós szellemi lényekkel. Én azt gondolom, hogy ezek humanoid lények, szabad akarattal, célokkal, tervekkel, szabad döntéshozatallal. Nyilván ők is be vannak zárva határok közé, mint ahogy
Isten valóságában mindennek és mindenkinek csak annyi szabadsága van, amennyit Isten ad neki. Nem tehetnek meg mindent, de egy dolgot garantáltan megtehetnek, hazudhatnak. Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, diadalmenetben végighordozta őket, a római hadseregben volt szokás, hogy amikor legyőzték az ellenséget, akkor közszemlére állították a legyőzött tábornokokat, vezetőket, a sereget, levágták a hüvelykújjukat, hogy ne tudjanak többet kardot ragadni, levágták a nagylábújjukat, hogy ne tudjanak rendesen járni, szaladni, lefegyverezve, megszégyenítve közszemlére vitték őket. Ez történt a sátánnal. A sátánnak már nincs ereje. Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt, legyőzte a világot, nincs semmilyen hatalma. Te Jézus Krisztusban vagy, te vagy az ő teste, a testének a tagja, ő pedig a feje a testnek, és ő minden fölé emeltetett, és az ő lába alatt van az összes fejedelemség, az összes démoni szellem, mindenki. Le van győzve. Ezt értitek? Nem kell azt a gondolatot éltetned magadban, hogy neki van valami természet feletti hatalma, amivel téged el tud kapni és rávenni bármire. Egyetlen egy hatalma van. Egyetlen egy módon tud befolyásolni minket, és ezt használja is. Az ámítás, a hazugság, hogy rávesz arra, hogy valami másban higgy, mint amit Jézus Krisztus kijelentett. Ha rá tud venni arra, hogy te azt hidd a te atyádról, hogy ő a te ellenséged, akkor győzött. Ha hitben ellene tudsz állni a próbálkozásának, az ámításának, akkor el kell futnia tőled. Egész egyszerűen a nem varázslatos hatalma. Félj, mert Isten elhagyott. Nem hagyott el. Bűnös vagy. Nem. Megigazított ember vagyok. Igaz vagyok, ahogyan ő igaz, Jézus Krisztus. Isten ellened fordult. Nem. Soha örökké el nem hagy. Soha örökké ellenem nem fordul. Nem. Egyszerűen nem. Nem. De a szándékai nyilvánvalóak, és ő valóságosan cselekszik, tényleg része a történelmünknek, tényleg befolyásol nem hívő gonosz embereken keresztül, vagy akár az ámításnak engedő hívőkön keresztül, egyszerűen része a történelmünknek, és egy csomó minden, ami történik az életünkben, amögött ő az ok, ő a forrás. Kell, hogy legyen egy világos ellenség tudatunk. Nem akarok ördögtudatban élni és szentelt vizet szórogatni szanaszét. Nem olyan nagy pályás ez az ellenség. Le van győzve. De tisztában kell lennem vele, hogy valóban részt vesz az emberi történelem, és ilyen módon a mi életünk alakulásában is. Amikor valami szíváson mész át, akkor ne Isten legyen az első, aki eszedbe jut, hogy erről ő tehet. Miért ő jut elsőnek az eszedbe? Amikor itt Jézus Krisztus azt mondja, hogy a tolvaj jön csak azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A tolvaj jön azért. Én pedig, ezt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És emlékeztek, megnéztük a bőség szót, túláradó, felesleges, szinte pazarlóan gazdag, túláradó, bőséges élet. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, hogy bőségben éljenek. A te szívednek el kell döntenie, hogy mit gondol Istenről. El kell döntened Jézus Krisztusról, hogy milyen képet aggatsz rá. A szív képekben gondolkozik, ezt már említettük. Ugye a mi modern világunk, a logikai, érvelős gondolkodás módot preferálja. Ez megy az iskolában, többnyire a vállalkozó élet, a tudomány logikában gondolkozik. Okokozati összefüggés, mi miért és hogyan van. A keleti gondolkodás inkább képekben gondolkozik. Nem elmagyarázza, hogy amikor egy fiú kikéri
az örökségét, akkor az jogilag milyen problémát okoz, és hogy pontosan milyen folyamatok zajlanak le ilyenkor az atyában, a szégyen, és a szégyen hogyan, hanem mutat egy képet, a tékozló fiú képét, ahogy elszórja, eltékozolja a vagyont, és az atyát, aki várja őt, szalad felé, csókolja, és vajon ő most jó kedvében bocsájtott meg, vagy azért, mert a vallása előírja. De a kép rögtön mutatja, mert csókolta, mert örvendezett, és levágatta a hízott borjút, képekben gondolkozik. Neked milyen képed van Jézus Krisztusról? Neked milyen kép éget be a szívedbe? Hogy ő a tolvaj? Ő az, aki azért jött, hogy öljön, lopjon és hazudjon? Mert vigyázz, van egy ellenségünk, aki szeretné őt így bemutatni. 1 Péter 5 azt mondja, vigyázzatok, mert az ördög ordító oroszlánként jár szerte. Az oroszlán Isten képe, az egyik kép Istenről, Júda oroszlánja. És úgy ábrázolja, ha az ördögnek kell beszélnie Júda oroszlányáról, akkor egy ordító oroszlánt fog mutatni. Istent egy ijesztő, fenyegető, félelmetes lényként fogja beégetni a te lelkedbe. Ezt fogja csinálni. És tudom, hogy részben ez sikerült neki. Péter eljött a gyülekezetbe, és tudta, hogy baj lesz. Hogy értem, a kép már kész volt. És tudjuk, hogy ha Isten elé állunk, baj lesz, mert a kép kész van, de a kép hazudik. Ezt értitek? Új képre van szükséged. Mert amikor bajban vagy, ő az, aki melletted áll. Ő az, aki azért jött, hogy életed legyen, sőt, hogy bőségben élj. Rendben van ez? Miről beszélünk? Felelősségről. Arról beszélünk, hogy te döntöd el, hogy miben hiszel. Te döntöd el, hogy milyen képeket gondolsz újra meg újra. Te döntöd el, hogy min elmélkedsz reggel, délben és este. Hogy milyen erősségeknek és magaslatoknak engeded meg, hogy felnőjenek a te szívedben. Mert ha az ördögön múlik, ő épít magaslatokat. Isten ismeretével szemben, az ő igazi ismeretével szemben felépít a fejedben elképzeléseket, okoskodásokat, magaslatokat, többnyire képeket, amik megfontolás nélkül instant módon hatnak. Van ilyen veled, hogy csak rá kell gondolnod valamire, és azonnal érzed a zsigereidben a félelmet, vagy azonnal érzed a zsigereidben a vágyat, vagy bármit, egy kép, és logikus, értelmes megfontolás nélkül leszalad a teljes program, kikerüli a megfontolást, kikerüli a döntéshozatalt, ott van a végeredmény, a kész reakció, félek. Egy rossz kép. Legyen egy világos ellenségképed. A háborúban beszélnek erről, hogy mondják, friendly fire, barátságos tűz, kilőjük a saját katonáinkat. Megadta a koordinátákat rosszul, és lebombáztam a tank ezredünket. Beugrott elém, és lelőttem. Barátságos tűz, képesek vagyunk rá. Pontosan fel kell tudnunk ismerni, hogy ki van velünk és ki van ellenünk. Jó ez? Csak ez megszabadító. Aztán van egy másik ellenség is. Példabeszédek 27:20. És aztán ezt most kiszedtem, pedig direkt azért raktam be, hogy gyorsan megtaláljam, de odalapozunk. Példabeszédek 27:20. Amilyen telhetetlen a halál, és az enyészet helye épp oly telhetetlen az emberi szem. Nagyon sokszor nem Isten szűkmarkú, nem Isten rakott egy olyan helyre, ahol neked nincs elég. A modern embernek sokszor ez a baja az élettel, hogy nincs elég. Igaz? Hányan éreztétek már azt, hogy nincs elég? Hányan éreztétek már úgy, hogy ahhoz, hogy az élet teljes lehessen, hogy kiteljesedjen, ez meg ez hiányzik? Erre vagyunk kiképezve. Ez az, amit a világrendszer, a reklámokon, a kultúrán, a vágymintákon, az egész divaton és mindenen keresztül belénk éget, hogy neked birtokolnod kell, lenned, még kellenek dolgok, amik megvannak neked ahhoz, hogy élhess. És ki az, aki ezeket kiosztja neked, vagy visszatartja tőled? Hát ki az?
Hát persze, én ügyetlen vagyok, de hát ha annyira áldott vagyok, akkor végül is Isten tehet róla. De itt ez az ige azt mondja, hogy vigyázz, mert a szem telhetetlen, ugyanúgy, mint a halál. Ezt mondja, amilyen telhetetlen a halál és az enyészet helye, épp oly telhetetlen az emberi szem. Tisztában kell lenned azzal, hogy benned van egy kielégíthetetlen, megelégíthetetlen sóvárgás. A szem kívánsága. És ez nem azt jelenti, hogy ne vágyhatnánk dolgokra, hogy ne szerethetnénk a szépet és a jót. Ez mind rendben van. De amikor az élet beteljesedését a birtoklástól várom, akkor egy zsákutcába mentem, amely zsákutcába nem azért kerültem, mert Istennek nincs egy tök jó terve az életedre, hanem mert, bocsánatot kérek, ostoba vagyok. És egy zsákutcába sétáltam be, és ki vagyok akadva Istenre, hogy miért nem halad tovább az életem. Ennél még tisztább, Példabeszédek 19.3. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Ezt elolvasom még egyszer. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Behoztunk egy második szereplőt. Ugye behoztuk elsőnek nyilván Istent. Másodiknak kit hoztunk be? Az ördögöt. Most behoztuk a harmadik szereplőt, engem. A saját bolondságom vezet félre, és aztán mégis Isten ellen zúgolódik a szívem. Én szabad lény vagyok, hozok valódi döntéseket, és a döntéseimnek okokozati következményei vannak, és ha rossz döntést hoztam, annak rossz következményei lesznek. Ezt értitek? Igenis, én voltam és vagyok olyan bajban, aminek én vagyok az oka, nem Isten. Isten nem robotot csinált, Isten nem marionett bábuként rángat engem, ő szeretne bölcsességet adni nekem, szeretne a Szent Szellem által vezetni, ő szeretné elkerültetni velem a csapdákat, de vezethető vagyok? De megvan a bölcsességem állandóan? Nem lehet, hogy néha fogom magam, megzavarodok, és a saját fejem után megyek? Hogy ragaszkodom döntésekhez, amiknek aztán aratom a következményeit? Az ember bolondsága vezeti őt félre, ezt mondja, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Te kell, hogy eldöntsd, hogy kit vádolsz. És figyelj, ismerem ezt. A modern világban az egyik legalattomosabb módja az én jó érzésének, az én védelmének a tagadás és a vádaskodás. A pszichológia beszél az úgynevezett énvédő folyamatokról, énvédő reakciókról. Amikor a lélek azon találja magát, hogy egy elfogadhatatlan helyzetbe került, ahol valami kimondottan rossz dologról ő tehet. Hogy kerültem ide? Azért, mert én hoztam rossz döntést. Ez olyan módon terheli meg a lelket, hogy a fájdalom elől menekülve megpróbálja elhárítani a felelősséget valaki másra. Megvádolom a feleségemet, a gyerekemet, a körülményeket, a kormányt, keresztényként meg Istent. Mert végül is ő a végső, ő tehet róla végső soron. De várjál, amikor megvádolod Istent, akkor borítod az egész evangéliumot, akkor borítod a hitednek az alapját, miszerint ő veled van, és nem ő okoz neked rosszat, hanem ő az, aki a rosszból ki akar szedni. És persze ezt finomítjuk majd még mindjárt, de nem éri meg rákenni Istenre csak azért, hogy te jobban érezd magad. Pont azért nem éri meg rákenni Istenre, mert Isten meg nem kárhoztat egyáltalán. Ő meghalt minden hibádért, minden bűnödért. Nem kell, figyelj, nem kell, hogy learasd a hibáid és a bűneid következményeit. Mert aki a testnek vet, a testből arat, mit? Halált, de aki a szellemnek vet. Mikor? Csak egyszer. Az a szellemből arat életet. És hadd olvassak itt rögtön egy másik verset, és ezt muszáj itt kiegyensúlyozni, mert tudom, hogy a kis szívünk annyira, tehát tudom, ahogy beszélek róla, már rosszul érzem magam. Azt akarod mondani, hogy ez a sok szívás, az azért van, mert hülye vagyok. Igen, az azért van, mert hülye vagyok. De akkor nincs remény.
Mert ez én vagyok, jön velem, elköveti a hibát újra. Szerintem kiderült, hogy bűnös vagyok. Az én balgasságom visz a bajba, és nem úszom meg azzal, hogy Istent vádolom, sőt, még rosszabb lesz. De nem kell, hogy így legyen. Hadd olvassam nektek. 107. Zsoltár. És persze sok más igerész is van, de nekem ez a legtisztább, 107. Zsoltár. Akik sokat vádolják magukat, akik sokszor érzik úgy, hogy jaj, hibáztam, bajba kerültem, mert hibáztam, azok a 107. Zsoltárból kell, hogy éljenek. Mert a 107. Zsoltár olyan terhet vesz le rólad, és olyan gyönyörűen, és olyan teljesen veszi le rólad, hogy öröm azt nézni. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottjai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. És aztán elkezdi sorolni. És nem olvasom el az egészet, mert másfél oldal, de elkezd sorolni különféle bajokba jutott embert. Olyan embert, aki másnak a hibájából jutott bajba. Olyan embert, aki a saját hibájával, a saját ostobaságából jutott bajba. Olyan embert, aki veszélyes helyre ment, és ezért jutott bajba. Olyan embert, aki naív volt, és azért jutott bajba. Felsorol mindenfajta embert, akik a nyomorúság helyére kerültek, és mit csináltak? Azt mondta, hogy de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak, és ezt figyelj, ezt egymás után mindig ugyanezt mondja, de az Úrhoz kiáltottak, és az Úr kimentette őket szorult helyzetükből. Az Úr kimentette őket szorult helyzetükből. Ezt akarom mondani nektek. Amikor baj van, emlékezz rá, hogy az Úr a te szabadítód. A te szabadítód, hogy ő az, aki kiment téged a helyzetből. Isten rendszere, tudjátok, ezt sokszor mondtam, hogy nem az inger szegény, tehát nagyon ritkán olvasod az igében az azt, hogy hitt Dávid az Úrnak, és soha többet semmilyen nehézség nem volt az életében. Tehát önmagában ezt a logikát nagyon kevés helyen találod, hanem azt látod, hogy bajba került itt, az Úrhoz kiáltott, és az Úr megszabadította. Hatás és ellenhatás. És ennek nem is kell már időbe telnie. Nem is kell, hogy belezuhanjak a gödörbe, hogy aztán a gödör alján csattanva húzzon ki, amikor lépek a gödörbe és billenek, már akkor kiálthatok érte. Amikor a gödröt meglátom, már akkor kiálthatok érte. Vagy eleve élhetek azzal a tudattal, azzal a képpel a szívemben, hogy az én Istenem az én szabadítóm, nem az ellenségem, nem az, aki tört állít nekem, hanem ő az én szabadítóm, a megmentőm. 91. Zsoltár. Nem olvastuk végig az egészet, de elkezdtük. Aki a fenséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az, azt mondhatja az Úrnak, vagy azt mondja az Úrnak, hogy oltalmam, váram, Istenem, akiben bízom. Ez egy jó kép. A vár egy jó kép, egy vár. Egy vár, ott ülsz a toronyban, a várban. Isten az én, vagy pajzsom, ha közel jött valaki, a pajzsom, vagy páncélom, tudod, rád lőnek csúzdival, nyíllal, karddal, ting, lepattan rólad, ő az én páncélom. Isten nincs ellenem, Isten velem van, de az élet nem ingerszegény, az élet nem szűnt meg, vannak szabad akarattal bíró játékosok. Az egyik ellenség, a másik ellenség, a harmadik semleges, de bűnös, a negyedik jó indulatú, de hibázott, és az élet zajlik, és az élet tele van nehézségekkel, de Isten nincs ellened ezekben a nehézségekben. Jó ez? Hát ne vicceljetek, persze, hogy jó, de van egy ördög, aki össze akar zavarni. Azt mondja, hogy János 16:33. Odalapozok, kiírtam a verset, de odalapozok, mert egyben jobb. János 16:33.
Itt a tanítványok mondják neki, hogy hiszik, hogy ő Istentől jött. Jézus így válaszolt, ez a 31. vers. Most hiszitek? Íme eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. A világon nyomorúságotok van, nehézség, teher. Nem kell, hogy nagy legyen. Néha egy apróság is nyomorúságnak számít. Amikor rossz érzésem van valamitől, és az a rossz érzés megmételyezi a napomat, amikor veszteség ér, amikor valaki másért aggódom, valaki beteg, vagy valakinek kapcsolati feszültség, probléma van az életében. Nyomorúság. Egyszerűen egy bűnös, bukott világban élünk, de Isten legyőzte a világot. Ez a világ már a lábaid alatt van. Egyetlen egy kérdés maradt nyitva. Mit hiszel? Mit gondolsz? Mit engedsz meg? Megengeded azt a képet, hogy van egy nagy gépezet, mint egy cséphadarú a világ, tudod, a világ a sok problémával, a gondjaival, és tudod, és jön, és behadar, és bedarál mindent, és te csak egy kicsi keresztény vagy, és jön a cséphadarú, a nagy karja, és te próbálsz elugrani jobbra-balra, és imádkozol Istenhez, hogy Uram, hogy mondd meg, hova ugorjak, tudod, és az egész egy ilyen rossz kép, ez egy rossz kép, egy beteg kép, nincs cséphadarú, Isten legyőzte a világot. Csak egy hazugság van, egy ámítás van, ámítás kivetítések szintjén, ámítás kulturális szinten, a közoktatásban, a társadalmunk, ahogy működik, ahogy megpróbálja felfújni a hatóságok, a hivatalok, az intézmények, a kötelezettségek, a határidők, és a nem tudom minek a súlyát, ez papírtigris. Minden papírtigris. Meg akarok én felelni, jól akarom én csinálni a dolgaimat, de nem üzöttségből, nem menekülve, nem félelem alatt, hanem Isten szeretetében, erőből, bölcsen, nyugodtan legyőzte a világot. Azért mondom mindezt nektek, hogy békességetek legyen, mert menekülni fogtok, hát a világ jön, a cséphadaró jön, de békességetek legyen, mert én legyőztem a világot. Építsd a képet magadban, te királyi sarj vagy, Krisztus testének a tagja, úgy értem, a király lábai alatt van minden, és te a király tagja vagy, a király része vagy, és neki adatot minden hatalom menjen és földön, érted te ezt? Hogy nem te vagy a farok, akit úgy csóválnak, ahogy akarnak, hanem te a fej vagy, te vagy a kutya, és úgy csóválod a farkadat, ahogyan Isten országában azt kell. Ez egy jó kép, például. Oké, a következő. 2 Korintus 4:7. És itt ez egy hosszabb rész, ha gondoljátok, akkor erre szánhatunk egy kis időt, és ezt elolvashatjuk 4-7-től 5-8-ig. De a két kulcsvers az a 14, ahol azt mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. És aztán ez volt 4-17, 5-7 pedig, mert hitben járunk, és nem látásban. Ez a kettő a kulcs, de elolvassuk a teljes igerészt, szálljuk rá az időt, Isten igéjét fogjuk olvasni, és pont a szenvedésről beszél, de csak hogy miközben olvassuk, perspektívába tud helyezni, az egésznek a lényege az, hogy mi hitben járunk, és nem látásban. Mit jelent az, hogy hitben járok? Az az, hogy azt, amit tudok, Istenről és a valóságról, az igéből, azt előrébb helyezem, mint azt, amit látok. Miért? Mert azt, amit látok, nem tudom helyesen értelmezni. Az részinformáció. Azt, amit látok, most például Lajos arca. Szerintem nem tetszik neki az üzenet. Kicsit
Most mosolyog, most már tetszik neki. Értitek? Tehát, hogy csak néz, ugyanaz az arc, attól függ, hogy milyen kommentet fűzök hozzá, ugyanaz az arc épp gyilkos szándékkal keresi az utat, hogy hogyan vágja a torkodat, vagy épp azon gondolkozik, hogy milyen szerelmes levelet írjon neked. Ugyanaz az arc lehet, ha megfelelően kommentálom, te bele fogod látni. És hidd el, az ördög nagyon jó az események kommentálásában. Sőt, egy ponton már a te saját lelked olyan negatív mintákat alakított ki, hogy te simán telekommentálod az eseményeket úgy, hogy azt annál negatívabban nem is lehet. De ebből akar Isten kiszedni. Ne látás által élj. Nem az a valóság, amit te annak gondolsz, hanem az, ami meg van írva. És persze nem tagadjuk a körülményeket, de azokat a körülményeket értelmezni helyesen csak Isten és az ő igéje tudja. Ne vonj le gyorsan következtetéseket hirtelen az alapján, ami a szívedben van, és ahogy nyomja, ahogy a te szíved úgymond az diktálná. Mert ha a szíved meg van még terhelve mindazzal, amit az ördög és a világ belepakolt, akkor az nem lesz egy helyes következtetés. Aztán persze, ha már új hús szíved van, és az van, amit az ige átitatott, és jó képeid vannak, akkor történik veled valami rossz, és azt mondod, azta, de jó, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Úgyhogy dicsekszem a nehézségeimmel, a kihívásaimmal, mert Krisztus, a kincs, az nem acéltárolókban van, páncélszekrényekben, hanem cserépedényekben, hogy meglássék a nagyszerűsége. Én gyenge vagyok, de ő erős, és most látni fogom az ő erejét. És nem azt mondom, hogy nekem már ilyen képek uralják az életemet, én is. De amikor, akkor emlékeztetem magam, hogy Sanyi, az Úr veled van, mindent a javadra fordít. Úgyhogy hadd olvassam ezt gyorsan. Azt mondja, ez a kincsünk pedig 7-4-7 cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Hát itt megint meg kell állnom, ne haragudjatok. Nem is haragusztok, tudom. Miért lenne baj, hogyha ezt az erőt magamnak tulajdonítanám? Miért lenne az baj? Mert az emberi élet az Istentől való függésről szól. Embernek lenni az annyit jelent, hogy hiszek Istennek és Istenben, fordítva, Istenben és aztán Istennek, hogy hiszek neki, hogy bízok benne. Az ember olyan, mint egy üres edény, amelyet Isten tölt be, és szabad, hogyha én megszűnök vágyni, elfogadni Istentől, ha én megszűnök érezni azt a szükséget, hogy Isten adjon nekem, akkor elszúrtam. Ezért zsákutca a törvény, mert a törvény egy alternatív megoldás a megigazulásra, az életre, ahol Istentől függetlenül mindössze a szabályait ismerve megteszem, amit kell. Nem függök tőle, nem kell, hogy gyümölcsöt teremjen bennem, nem kell, hogy rendbe hozza, nem kell, hogy betöltsön, mert én majd megcsinálom, és úgy rendben lesz. Ha én megcsinálom, nem függök Istentől. Egy üzleti kapcsolatban vagyunk, ahol ő követel, én fizetek, és hogyha fizettem, én követelek, és ő fizet nekem. De Isten országa nem így működik. Isten a minden kegyelem Istene, az ajándékozás Istene, ahol nem pénzért, nem teljesítményért, hanem ingyen ad. De az adással szemben az elfogadásnak kell ott lennie, a hitnek, az elfogadásnak. De ha én annyira erős vagyok, olyan sokszor gondolhatom, hogy nem kell nekem olyan sokat elfogadnom. Hát nem kell. Hát csinálom, jól megy az élet. Hát néha kell egy kicsit elfogadni. És elfogadásban ilyen a 1-10-es skálán ilyen 2-es képességem van. Mert nem nagyon kell elfogadnom, mert jól megy az élet. Erős vagyok. De ha cserépedényben van a kincs, ha cserépedényben van, ami törik, szakad, és nincs túl nagy hatalma, akkor azonnal értem, hogy elfogadásból 8-asnak, 9-esnek, 10-esnek kell lennem. És ki a nagyobb? Ki az erősebb? Ki a gazdagabb? Az, aki 2-es elfogadással önmagában erős, vagy az, aki nyomorultnak érzi magát, idézőjelve gyengének, elesetnek, de elfogadásban óriási, 8-as, 9-es, 10-es,
és Isten ereje, Isten hatalma áramlik át az életén, ki az, ki a nagyobb? Ki járt jobban? Ha, én gyenge akarok lenni, a cserépedényben van a kincs, cserépedényben mindenütt szorítanak minket, de nem szorítanak be. Kétségbe eskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Eltiportnak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. És itt megállunk. Itt jött mindig ez a pár. Azt mondja, hogy nyomorgatnak, vagy hogy van? Csak egyet megnézek konkrétan. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Itt van az, hogy egy valós életet élünk. Hatás, ellenhatás. Igenis történnek dolgok, ahol kétségeskedni kezdek. De az Úrra gondolok, a szabadítómra. Eszembe jut egy igen, megvallom, és a Szent Szellem betölt, és egy valódi szabadulást élek meg, és fölébe kerekedtem ennek az egésznek. Megtörténik ez mindig azonnal? Nem, de akkor is az igazságot vallom meg. Meddig vallom meg? Addig vallom, ameddig élek. Mert miért vallanám az ellenkezőjét? Miért engedném el? És pont ezt erősíti a hitemet iszonyatosan. Ez az, ami újra meg újra magasra emeli annak az értékét, hogy Isten velem van. De figyeljetek, ezt egyébként Pál mondja. Pál. És Pál élete azért különleges volt. Pál élete nem mindenkinek a mintája. Ezt Péter mondja olyan sokszor, az egész Biblia nektek írodott, de nem az egész Biblia szól rólatok. A Pál beszél egy csomó dologról az, ami az ő sztória. Hát én Pál vagyok. Én fogom megírni az Új Szövetség egy harmadát. Én vagyok a evangelistája és pásztor a fél Európának. Én nem vagyok Pál, én nem fogok olyan dolgokon átmenni, mint Pál. És erről beszél ő itt? Azt mondja, azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Valami olyasmiről beszél, hogy Pállal megtörtént egy csomó minden, amin keresztül Pál azzá az emberré vált, aki elmondhatta az élet üzenetét nekünk. De nekünk nem kell átmennünk mindenen, amin Pál ment át. Ő nem egy minta, amit követnünk kell, vagy egy tészta szaggató forma, amit majd mindenkin leszaggat Isten, hanem egy történet, egy személy, akinek az élete tanulságul szolgál a számunkra. És persze lehetnek átfedések, ez így van, de amikor Pál bizonyságát olvasod, nehogy azt olvasd ki belőle, hogy ez vár rád is. Hát őt megkövezték, látta a mennyet, meghalt, nem tudom hányszor vertek rá egy hián 40-et, én erre nem készülök, ti se tegyétek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy megvan írva, hittem, ezért szóltam. Mi is hiszünk, és ezért szólunk. És itt megint megállok. És nem bánom, megint nem bánom. A körülbelül 25 versből most tartunk ugye a negyediknél, és lehet, hogy ennél a negyediknél be is fejezzük. Azt mondja, hittem, és ezért szóltam. Biztos tudjátok, hogy a szavainknak, a megvallásunknak nagyon nagy súlya van, nagyon nagy tekintélye van. És létezik is egy ilyen teológia, megvallás teológia, nem tudom, karizmatikus körökben, és nem is akarom ezt a szót használni, nem tudom én, hogy az mit jelent. Vannak bizonyos közösségek, ahol nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a megvallásra. Szerintem nem is hibáznak vele nagyot. Nagyon sok ige beszél arról, hogy Isten igenis elvárja tőlünk, hogy olyan szinten higgyünk abban, amit ő kijelentett, hogy ne tőle kérjünk, hanem álljunk rá arra, amit ő már elintézett, és csak tegyünk úgy, mintha úgy lenne, ahogy ő mondta. Mert úgy van, ahogy mondta. Ugyanakkor sokszor azt látom, hogy van, aki ebből egy ilyen munkaprogramot csinál, egy ilyen törvényt, hogy akkor, Úristen, akkor meg kell vallanom, akkor ki kell mondanom, ha azt mondjátok ennek a hegynek, hogy emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedtek a szívetekben, akkor bizony meg lesz nektek, amit kértek. Hát akkor nekem mondanom kell, és akkor tudom, mondom a hegynek. És megint nincs ezzel baj, de amikor ez kiesik a maga természetes egyszerűségéből, akkor ott valami nem stimmel. Akkor ott valami nincs a helyén. Mert ő azt mondja, hogy
mit mondott? Azt mondtam, hogy hittem, ezért szóltam. Mekkora a különbség, amikor nem hiszek, hanem csak fölkaptam egy új munkaprogramot, meg kell vallani, és akkor megvallogatom, és az egészből egy ilyen erőlködős, izzadságos, nem tudom milyen dolog lesz, és ahelyett, hogy csak egész egyszerűen megértem, amit Isten mondott, és hiszem, és egyetértek vele, és olyan természetes, hogy úgy beszélek, ahogy hiszek. Isten velem. Ha szívvel hiszünk, és szájjal vallunk meg. Szívvel hiszünk, és szájjal vallunk meg. Ez is megint az én felelősségem. Ugye hiszek, eldöntöm, hogy mit hiszek, és ha van egy pici hitem, és ez megint egy ige, amit ide hadd csatoljak hozzá, azt mondták a tanítványok a mesternek, hogy növeld a hitünket. Ugye emlékeztek, növeld a hitünket. És erre Jézus azt mondta, hogy ha egy mustármagnyi hitetek van, azt mondjátok ennek a hegynek, ugye ez volt az előtt. És én nagyon sokáig úgy magyaráztam ezt az igét, és szerintem így is lehet magyarázni, hogy Isten azt mondta, hogy figyelj, nem növelni kell a hiteteket, mert ha egy mustármagnyi lenne, akkor azt mondhatnátok ennek a hegynek, hogy emelkedj. A baj az, hogy egy mustármagnyi sincs. Hát nem növelni kell a hiteteket, hanem egyáltalán el kéne döntenetek, hogy hisztek nekem. És szerintem ez egy jó magyarázat. Az én esetemben sokszor ez kéne, hogy Jézus válasza legyen. Sanyikám, semmi baj nincs a hited mértékével, az irányával van a baj. Te nem hiszel nekem. Csak egyszerűen nem hiszel. És ő ezért se haragszik. De amikor én ezt látom, tudok rajta dolgozni. Akkor tudom dolgozni idézőjelben. Tudom azt mondani, hogy oké, mit tartok én valósnak? Milyen képet éltetek a lelkemben? Isten zsugori? Talán hazudik, mert olvastam, hogy... És akkor azt mondom, nem, én ezt a képet elvetem, ez egy rossz kép, ez egy hazug kép, és egyszer csak van bennem hit. De egy új magyarázata ugyanennek a versnek az ez, hogy figyelj, ha van benned legalább egy mustármagnyi, akkor elkezdheted megvallani, mert ha minden igaz, az azt mondjátok ennek a hegynek folyamatos igeidőben van. Ami azt jelenti, hogy én mondhatom a hegynek azzal az icipici hittel, amin van, nem nincs, hanem van, nincs képmutatás, nincs munkaprogram, hanem a szívemben egy kicsit hittem, mert Isten velem van, tudom, hogy velem van, ne viccelj. Úgyhogy most történt valami rossz, de ez nem Istentől van, hanem minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És ezt így kimondom, pici hittel, de kimondom. És aztán kimondom újra, minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És ahogy én ezt újra meg újra kimondom, valami egész furcsa dolog történik, a hitem elkezd elmélyülni. A lelkem elkezdi megérteni, hogy én ezt komolyan gondolom. Nem csak a lelkem, a szellemvilág, a démonok elkezdik megérteni, hogy én ezt komolyan gondolom. A démonok nem úgy, mint én, tudják, hogy én Krisztus teste vagyok. Része annak a lénynek, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ők tudják, hogy a király szavát meg kell tartani, ha a király kimondja. Én nem biztos, hogy tudom, de azt tudom, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem. És minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És kimondom, és a szellemi világnak engednie kell, mert a király szavát meg kell tartani. És lehet, hogy Jézus nem csak megdorgálta a tanítványokat, megdorgálta idézőjelben, hogy figyelj, nincs is hitetek, mit kéne itt növelni, hanem lehet, hogy tényleg adott egy módszert arra, hogy növelheted a hitedet. Ha van egy mustármagnyi, akkor kezd el mondani. Mondani magadban először, aztán mondani hangosan, amikor nincs ott senki, mert ha ott van valaki, az ciki. Tehát csak, tudod, csak úgy magadban, aztán hangosan, és aztán esetleg egyszer azon veszed észre magad, hogy egy beszélgetésben csak simán azt mondod, hogy te figyelj, én meg vagyok róla győződve, hogy Isten velem van ebben a helyzetben, és nincs ellenem. Tudod, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekem vele együtt ingyen mindent. És ezt csak kimondtam. Semmi hókusz-pókusz nem volt benne. A szívemben hittem, és ezért szóltam. Cserépedényben van a kincs.
De annak a kincsnek gigantikus hatalma van, és ezzel a hatalommal mi élhetünk. De a döntés, a választás, hogy miben hiszel, hogy kit vádolsz, hogy hova rakod Istent az ellenség közé, vagy magadat teszed ő mellé, és ti egy oldalon vagytok, az a te döntésed. És ezt a frontot az ördög nagyon támadja. Biztos tisztában vagy vele. Nagyon támadja. Olyan gyorsak vagyunk, olyan mélyek azok a reakciók, amelyek készek megvádolni Istent hűtlenséggel, ellenségességgel, mulasztással, nem is tudom mivel. Ez a mi felelősségünk, mert minden elvégeztetett, minden kész van, mindent kijelentett, de szabadságunk van, szabadságunk van, szabadságunk van. Csak olvasom. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert ha láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók, örökké valók, örökké valók, mert nem a láthatókra nézünk, nem nézhetünk a láthatókra, hanem a láthatatlanokra, mert azok örökké valók, örökké valók. És miért van minden? Miért van minden? A cserépedény, a szorongattatás, miért van minden? Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék. Figyelj, van egy új módszere az életnek, egy módszer, amit nem tanultunk meg. A módszer az az, hogy én gyenge vagyok, de ő erős. A módszer az az, hogy nekem nincs, de neki van, és elfogadom. A módszer az az, hogy én kegyelmet kapok kegyelemre. A módszer az, hogy ő mindent elintézett, és én mindent kérek. Ádám, az ember nyitott kézzel, elfogadó ember, az ember egyenlő azzal, hogy elfogad Istentől. És ennek a kiképzése, ennek az edzése, ez nem egyszerű. Sokszor sajnos nem azzal történik, hogy mindent megad neked, kényelmes, gondtalan, lusta nyugalomba helyez. Persze olyat is ad, mert annyira szeret. De közben látja, hogy ilyenkor ellustul az elfogadó rendszered. Ilyenkor, jól vagyok, csá, uram, milyen napod volt ma, nekem is jó napom volt. És ez rendben van. De alapvetően képzeld el úgy, mintha, nem is tudom, itt lenne egy óriási isteni erő, szeretet, gondoskodás, törődés, tartály, egy iszonyatos, és tudod, nem az van, hogy valami pumpát be kell kapcsolni, hogy megfelelő áramellátás, és nem tudom mi mellett elkezdje nagy nehezen szivattyúzni az életet, hanem ez valami olyasmi, amit hogyha nem szorítasz el, hanem kinyitod, akkor ömlik rád, úgy értem, ömlik rád, csak rá kell csatlakozni, és az élet ömlik. Rácsatlakozom-e? Mert minden értetek van, ez volt a kulcsvers, és ezzel én most abba is hagyom, mert minden értetek van, hogy a kegyelem, Isten meg nem érdemelt jótéteménye, Isten jó indulata, Isten ajándékozó volta, Isten ajándékozása, Isten adása, sokasodjék. És egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére, hogy egyre többen lássák, hogy az élet nem a te küszködésed, nem az, ami te vagy, nem a te igazságod, nem a te rendszered, hanem egy hihetetlen Istennek az ajándékozása, amivel szemben viszont szabad akarattal bíró lények elfogadása vagy elutasítása van. Elutasítása van. És én elfogadni akarok. Én elfogadni akarok. Én elfogadni akarok. És azt látom, hogy Isten hűséges abban, hogy edzen engem arra, hogy elfogadóvá váljak. És ehhez néha meg kell engednie, hogy nehézségbe kerüljek, hogy összezavarodjak, mert akkor kiálltok hozzá, és elfogadok. És elfogadok. És elfogadok. És elfogadok. És a szenvedésnek önmagában nincs semmilyen dicsősége.
nincs semmilyen értéke. Isten ugyanúgy utálja, mint te. De a szenvedésnél jobban utálja azt, hogy te, ha te egy kirabolt, megfosztott, önigazságú életet élsz, ahol nem tudsz tőle elfogadni. Ezért megengedi, hogy átmenj rajta, és megtanít elfogadni. Amen. Amen. És erről még sok mondanivalónk van, és el is fogjuk mondani, mert eszméletlen. Csak előrevetítem, János első levele, János első, majdnem az egészet kielemeztem. Hihetetlen, hihetetlen rejtvényfejtés van benne arról, hogy miért szívunk. És ott a megoldás, ott a válasz, ott az egész gyönyörűen, az egész jobbról, balról kezdi, újra kezdi, lentről, föntről, de mindig ugyanoda jut. Van egy-két zavarba ejtő szöveg, azokat kisimítottam, és jön János első levele, meg még sok más vers is. Menje, édesapukánk, hálásak vagyunk neked, köszönjük, 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 mert adsz nekünk újra meg újra, újra meg újra, újra meg újra. És mi elfogadunk, hálával elfogadunk, köszönjük a te jó indulatodat, a te felhőtlen jó akaratodat felénk. Szükségünk van rád, megvalljuk, hogy szükségünk van rád minden nap, minden reggel, minden este, a te jóságodra, a te adakozásodra, a te gyógyításodra, az ajándékra, a gondoskodásra, a védelemre, az életre, hogy lélegezzünk, szükségünk van rád, köszönjük, és jó dolgok várnak ránk, jó dolgok, mert te jót gondoltál felőlünk, jót gondoltál. Ez a nap egy csodás nap, a holnapi nap egy csodás nap, miattad, tőled, általad is érted. Köszönjük, mennyei édesapukánk. És hogyha úgy nézed ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még soha nem kötöttél békét Istennel, tedd meg, most ne halogasd. Egy hihetetlen gazdagságba lépsz be egy egyszerű döntéssel. Nem kell, hogy megjobbíts magad, nem kell, hogy megváltozz, nem kell, hogy csinálj semmit. Mindössze el kell fogadnod egy ajándékot. És ez az ajándék nem más, mint Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus, aki Isten maga, itt volt a Földön, leélt egy tökéletes életet, magára vette minden adósságodat, minden céltévesztésedet, minden bűnödet, és meghalt vele, hogy te szabad lehess. De ahhoz, hogy ez a tiéd legyen, el kell fogadnod. Igent kell rá mondanod. Azt kell mondanod, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a messiás, te vagy a megváltó. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. Add nekem a te gazdagságodat. Add nekem az örökséget. Elfogadlak. Mondd a szívedben, elfogadlak. Maga, ha autót vezetsz, ha mosogatsz, ha futsz, ha valahol épp vagy, hogyha emberek között vagy, mindegy, mondd magadban, elfogadlak. Egy pici igen, amely örökre, örökre megváltoztatja az életedet. A mindenható fia leszel és lánya. Soha örökké el nem hagy, harcolja a harcaidat, vezet egész életedben. Egészen célba visz, egészen célba visz. Ő a te Istened, ő a te Istened. Fiatal korodban, épp úgy, mint őszkorodban, ő hordoz, ő visz, ő gondoskodik. Köszönjük, elfogadjuk, elfogadjuk. Ez az életünk, te vagy az életünk. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben imádkoztunk. Ámen és ámen, ámen, ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. És csak egy gyors bejelentés, megvolt az első eredményes élet találkozó itt Török Bálinton, és fél ház volt, félig volt a terem, bár egy ötfős kis terem volt, mert nem kaptunk nagyobbat. Nézem, mondom, hány szék van itt? 1, 2, 3, 4, 5, és hárman voltunk. Úgyhogy több, mint fél ház. Úgyhogy párkapcsolatról beszéltünk, egy olyan hangnemben, hogy bármilyen világi ember ott ülhetett volna, és nem dobált volna meg se paradicsommal, se répával, semmivel, élvezte volna. Ezt szeretnénk csinálni ezután is, hasznos nekünk, de hasznos bármelyik barátodnak, ismerősödnek. Nagyon kíméletesen fogunk vele bánni, nem nyomjuk le a torkán a Bibliát, szeretni fogjuk, tanítunk neki bölcsességet, és az életem meg fog jobbulni, és kíváncsivá fog válni az Úrra. Ha gondolod,
dolgot, ha van ilyen ismerősöd, hozd el, gyere el te magad. Ugyanakkor ne csinálj belőle törvényt. Ha valakinek bűntudata mer lenni, mert nem jött el a szerdai eredményes élettalálkozóra, az velem akasztja össze a bajszot. Oké, tehát ez egy szabad dolog. Tehát ha én leszek ott egyedül, akkor én azt élvezni fogom, prédikálni fogok az angyaloknak. Elviszem a kamerát magamnak, és fölveszek valami felvételt, amit felrakunk a YouTube-ra, bármit csinálhatunk, minden belefér. De ha van kedved, ha olyan elvetemült vagy, hogy el akarsz jönni, akkor gyere el, és mindig fogunk neked örülni, hozz el magaddal valakit, mert annak az embernek meg fog változni az élete. Vagy ha ehhez mind nincs kedved, akkor imádkozz érte. Vagy ha ahhoz sincs kedved, akkor csak adj hálát Istennek, és éld az életet, ahogy jól esik, mert az úgy rendben lesz. Amen. Amen. Mit csinálunk? Mit? Ja, az időpont. Tehát ezt nem szabad csak úgy kihirdetni, hogy tudsz, könnyű, szerda este 6 órakor valamelyik teremben álltak, kapunk egy nagyobb termet. Kiszámoltam, kikalkuláltam, hogy az 5 cég kevés lesz. Előbb vagy utóbb kevés lesz, úgyhogy kapunk egy nagyobb termet. Úgyhogy ennyi. Igen. Szerda, itt ebben az épületben, valamelyik teremben, 6 órakor. És egyelőre ennyi.